Sziasztok, kedves nézőink! Újra itt vagyunk a Parallaxis Labor második évadának immár a negyedik részében. Itt ülünk a Kármán laboratóriumban, elég testközelből vagyok most itt Vince Miklós parallaxisos kollégámmal, meg itt van mellettem a önmegsemmisítő gomb, amivel vigyáznom kellene, hogy megnyomjam, mert akkor Miklós szerint az univerzum megszűnik létezni. Így van. Plusz még az is föltűnt nekem, hogy itt forog mellettünk egy hármas elosztó. Én tudom, hogy te nagyon vicces fizikus vagy, de így gondolkozom, hogyha valaki bejön ide mérni, akkor így megmondod, hogy dugd már be a telefonomat tölteni, aztán... Ugye ez egy jó dolog, mert hogyha mondjuk te meg akarsz figyelni valamit egy kamerával, akkor ami szeretnéd, hogy együtt forogjon és nem erüljön le az aksia, akkor puk! Ugye, mert hogy általában ezeket a kísérleteket együtt forgó kamerákkal szoktuk filmezni, mert úgy sokkal érdekesebbek, de most ugye álló kamerákkal, vagyis nem együtt forgó kamerákkal fogjuk követni ezt a bot egyszerű kísérletet, ami azonban mégis meglepő. Itt ugye az történik, hogy az a pici kékség ne tévessze meg senkit, ez sima víz árnyalatnyi ételfestékkel megszínezve, hogy mégse legyen tök átlátszó, de ez egy henger feltöltve eddig vízzel, és az egész egyszerre forog. Az érdekes az... Ez mit hivatott reprezentálni nekünk? Hát ugye az, hogy ugye a föld forog. és igen, képzeld, és bár most ebben a kísérletben még lapos is, de valóságban, hogyha mondjuk... Én mondtam mindig. Ugye? Okay. Na most ugye az a helyzet, hogy a lapos föld ebben a kísérletben szépen forog körbe-körbe, amiatt, hogy forog, amiatt fellépnek olyan tehetetlenségi erők, amiket mi a hétköznapi életben nem nagyon szoktunk tapasztalni, mert picik vagyunk hozzá. Tehát nincs igaza azoknak az embereknek, akik azt mondják, hogy kinyitod a csapot a lefolyó, a mosdókagylónál, vagy valami, és akkor abból meg tudod állapítani, hogy az északi vagy a déli féltekén. Tehát ez vagy-e. Nem igaz. Ez nem igaz, mert a fizikai jelenség a hátterében az valós, csak éppen annyira pici a hétköznapi méretskálánkban, hogy mindenféle egyenetlenség a csapban, hogy éppen hogy van döntve a csap, vagy ilyesmi, az sokkal jobban befolyásolja az eredmény, mint az, hogy melyik féltekén vagy. Tehát nagyon tiszta labor körülmények között meg lehet csinálni, de mondjuk, ha elrabolnak, bekötik a szemedet, és 10 órán keresztül utaztatnak, nem tudod mivel, és ki akarod deríteni, hogy melyik féltekén vagy egy ablaktalan pincében, nem ezzel a módszerrel fogod tudni magádat. Most eszembe jutott egy Simpson család rész, amiben konkrétan ez volt benne, hogy elvitték őt Ausztráliába, és hogy ott szinte már belebetegedett, hogy máshogy folyik le a lefolyó, meg minden, és elment a ausztráliai, amerikai nagykövetségre, és ott be volt építve a WC alatt egy ilyen áramlás visszafordító berendezés, amitől már jól folyt le a WC. Itt fordítva folynak le a WC? Nem, a honvágyat elkerülendő egy berendezéssel megoldottuk, hogy amerikai módon folyjon le a víz. Tölje vagy, édes hazám, nálam. Na, hát ugye ez az, ami a valóságban szükségtelen, mert például a mi kádunkban fordítva folyik le, mint a csapunkban, de mégsem a mi budapesti lakásunkon megy keresztül az egyenlítő, tehát ezzel is demonstráltuk, hogy nem erről van szó. Na de miért? Azért, mert a mi méretskálánk az ehhez képest pici. Most, hogyha neked van egy... De ezt te egyszerűen ki tudod számolni, meg tudod becsülni, hogy lényeges-e. Ugye akkor lesz jelentős ez az eltérítő hatás, amit a Coriolis erő okoz, ami tehát az, hogy a testek egyenes vonalú egyenletes mozgást szeretnének végezni, hogyha nem hat rájuk erő, ezt tanuljuk az iskolában. Igen ám, csak miközben ők mihez képest mozognak egyenletesen és egyenes vonalban. Hát ugye nyilván egy úgynevezett... inercia rendszerhez képest, bármit is jelentsen is ez, egy tisztességesen viselkedő vonatkoztatási rendszerhez képest. Ehhez képest mi egy forgó koordinátorrendszerben ülünk, mert a Földhöz vagyunk rögzítve, és a Föld forog. Tehát, hogyha mi egy forgó rendszerből megnézünk valamit, ami egyenes vonalban egyenletesen megy, akkor nekünk az úgy fog tűnni, hogy az a dolog elkanyarodik. Ennyi az egész. Na most az a kérdés, hogy például az emiatti, tehát ez azt jelenti, hogy ha mondjuk az északi féltekén én belerúgok egy labdába és hagyom gurulni, akkor ez kismértékben el fog térülni jobbra. Akkor is, hogyha nem hat rá semmilyen erő. Tehát súrlódásmentesen gurul, kismértékben eltérül jobbra. A déli féltekén rúgok bele, akkor kismértékben eltérül balra. De az állítás az, hogy a Simpsonékkal ellentétben ennek nem lesz megfigyelhető hatása, egészen addig, amíg nem gurul el nagyon messzire a labda, vagy nem hagyjuk nagyon sokáig gurulni, hogy már mérhető legyen a különbség. Illetve az alapvető geodéziai dolgok jobban be tudják befolyásolni. Abszolút, így van.
Na most viszont, amit nem látunk, hogy mi történne akkor, ami a Föld légkörében amúgy történik, hogyha a méretéhez képesti időtartam, na, szóval a méretéhez képest úgymond gyorsan forogna. Most ez kicsit szinesztetikusnak tűnik, mert az, hogy a méret az, az méterbe méred, a gyorsaságot meg méterbe másodpercben, hogy lehet összehasonlítani. Nagyon egyszerű, de ezt egyszer is mindenkor tanuljuk meg. Coriolis-erő akkor jelentős, hogyha az áramlás jellemző ideje az akkora vagy hosszabb, mint egy napnak a hossza. Mindenképpen összemérhető kell, hogy legyen a napnak a hosszával. Na most mi az, hogy az áramlás jellemző ideje? Hát ha mondjuk van egy sebesség, mondjuk egy U-sebességgel áramló szél, mondjuk egy menet szél egy autóban, és van egy néhány méteres autód, akkor te kiszámolod, hogy ezzel a sebességgel az autónak a hosszát mennyi idő alatt teszi meg az áramlás, és kijön, hogy néhány tized másodperc. Ez a néhány tized másodperc sokkal rövidebb, mint egy nap. Tehát nyilván az autó körüli áramlást ilyen módon nem fogja érinteni az, hogy forog a Föld, mert az egész tudsz azon a méreten, az sokkal gyorsabban lezajlik. Na de hogyha nem egy 3 méteres vagy 5 méteres autót vizsgálsz, hanem egy több ezer kilométeres kontinenst, akkor az ugyanolyan sebességgel fújó szélnek az átáramlási ideje ezen a méretskálán, az már abszolút összemérhető a földi naphosszával, sőt több napnyira is kijön. Ez azt jelenti, hogy amikor az autóval ellentétben azt akarjuk vizsgálni, hogy a légkörben egy kontinensen hogy áramlik a levegő, vagy hogy zajlik a légköri áramlás, akkor viszont a Coriolis-erő lesz a legfontosabb. Na most, mivel ez akkora, mint egy mosdókagyló, de megbeszéltük, hogy a mosdókagylóban ez a hatás nem jelentős, mit kell csinálnunk, hogy mégis jelentősé tegyük, gyorsabban forgatjuk, mint a Föld. Tehát itt most kb. 3 másodperc alatt megfordul, nem 24 óra alatt. Na így viszont ebben a méretben is meg tudjuk mutatni, mit művel a Coriolis-erő. Most ehhez azt csináljuk, hogy megint itt van a kis fecskendőnk. Legjobb barátodat használjuk az életet. Műsorunkat a kék éterfesték támogatja, és egyszerűen az történik, hogy belefecskendezek vizet, és olyan vizet, ami kék. És megnézzük, hogy ez a pici folt hogyan oszlik el. Esetleg még teszek hozzá egy kicsit. Vagy még egy kicsit. Mondjuk egy másik foltot is. Ennyi elég lesz. És azonnal észreveheted, hogy ez tök máshogy néz ki, mint amit megszokik az ember akkor, hogyha mondjuk egy edénybe, ami nem forog, bele spricceljük a kék ételfestéket, az ugyanis a tér minden irányában egyenletesen osztik el. Itt meg már is láthatod, hogy függönyöket képez. És ez nem azért van, mert hogy ő lefele száll, mert meleg... Mert nehéz az ételfesték, és így lesüllyed. Itt nem ez az elsődleges dolog, amit meg kell figyelni, hanem az, hogy maga az áramlás kettődimenziós, és ez azért van, mert a Coriolis-erő az lényegében magasságfüggetlen. Tehát lényegében az, hogy ez az eltérítő hatás, ami a forgás miatt van, és ezért befolyásolja azt, hogy terjed szét a festék, ez nem függ attól, hogy itt vagy itt, hanem pontosan ugyanolyan minden magasságban. De akkor ezeket megvárnunk, hogy ugye... Egyenletesen forogjon. Ugyanolyan a folyadék is, ugye? Mert így van. Így tehát ezeket a kis áramlási különbségeket amúgy az icipici hőmérséklet különbségek idézik elő. Ez tulajdonképpen turbulencia, ez a szó, amit már használtunk a frontterjedéses kísérletben is, csak hogy ez kettődimenziós turbulencia, és emiatt ez sokkal lassabban terjed szét. És láthatod is, hogy például ha fölé hajolunk, anélkül, hogy megnyomnánk a piros gombot. Itt vannak a... Ez nem a gyönyörű. Kármán olyan, így van. Itt akadály mögött törvények válnak le, és azt is láthatod, hogy szépen keresztül látsz a tetejétől az aljáig. De érdekes. Na most, ez egy nagyon érdekes dolog, és a természetben is természetesen, a természetben természetesen megfigyelhető. Például szigetek mögött megfigyelhető az, hogy a felhő alakzatok kirajzolnak egy Kármán örvénysort. Na de hoppá! Miért? Amikor a felhők sokkal magasabban vannak, mint a sziget. És látható, hogy ezt szemlélteti itt ez a kis parafadugó, hogy a kétdimenziós áramlás az azt jelenti, hogy minden magasságban ugyanaz történik. Na most, hogyha a parafadugó miatt alul az áramlásnak ki kell kerülnie az akadályt,
akkor ebből az következik, hogy magasabban is ki fogja kerülni, hiába ott már nincs is akadály. Tehát egy fantom akadály fölött áramlik szét a dolog, és valóban szigetek mögött gyakran megfigyelhető, hogy a felhő alakzatok olyan formát öltenek, mint hogyha örvények lennének, ami a sziget mint akadály mögött válik le, holott tényleg a felhők sokkal magasabban vannak. De ez emiatt van. És még egy dolog, ahol ez gyönyörűen és tisztán megfigyelhető, hát mi az, amire ez hasonlít? Hát a sarki fényre, ha belegondolsz. A sarki fénynek ugyanilyen függönyszerű szerkezete van, ott nem kék ételfestékkel csináljuk a festést, ugye, hanem a napból jövő kozmikus részecskék csinálnak olyan ionizációt, ami lényegében megszínezi a felső légkört, és ettől aztán ott kirajzolja nekünk festékként, amit a légkör amúgy is csinál abban a magasságban, ami a kétdimenziós függönyszerű áramlás. Ez érdekes. Hát, ma is tanultunk valamit, gyerekek. Köszönjük szépen Miklósnak, és ne felejtsetek el lájkolni, valamint támogassatok minket a Patreonon keresztül, patreon.com/parallaxis. Köszönjük. Sziasztok!